Title 42, ezt a nevet viseli az a járványügyi szabályozás Amerikában, amelynek alapján eddig a déli határa érkező bevándorlók csak nem felét vissza tudták toloncolni Mexikóba, illetve a származási országukba. Egy szövetségi bírósági döntés alapján azonban ez a korlátozás még egy hétig, egy bő egy hétig marad érvényben, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy december 21-e után bizony-bizony alig lesz valami, ami visszatartsa az Egyesült Államokba érkező migránsokat. Egyebek mellett ez is kiolvasható egy a napokban készült elemzésből. A vonalban van Veres Kristóf György, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt a december 21-e utáni helyzetről és a járványügyi korlátozás eltörlésének a hatásairól beszélnénk, kezdjük talán onnan, hogy ön a napokban érkezett haza az Egyesült Államokból. Kérem, ossza meg velünk, hogy hány papírt kellett kitöltenie, mekkora volt a tortúra ahhoz, hogy beléphessen az Egyesült Államokba egy szövetséges országból? Hát alapvetően, amikor én kimentem 2021. szeptemberében, akkor még elég sok, nem csak ez a Title 42, de nagyon sok járványügyi korlátozás volt érvényben a koronavírus járvánnyal összefüggésben. Kellett igényelnem egy olyan papírt például a budapesti amerikai nagykövetségtől, ami azt mondta ki, hogy Amerikának a nemzeti érdeke az, hogy engem oda beengedjenek. Amikor végül bejutottam elég nagy tortúra után az országba, az első útam a mexikói határhoz vezetett, az intézettel, akiknek dolgoztam, és ott át akartunk menni Mexikóba, és közölte velem a határőr, tehát az amerikai határőr a kilépésnél, hogy ha most én kimegyek, akkor nem engednek vissza. Mert hogy ez a nemzeti kivétel, vagy hogy az a, tehát Amerika nemzeti érdeke, hogy engem beengedjenek, az csak egyszer érvényes. Szóval egyszer beengedtek, de hogyha én most átmegyek Mexikóba, hogy a túloldalról is megnézzem a határfalat, akkor biztos nem fognak visszaengedni, akkor ott maradok Mexikóban. Érdekes fénytörésbe helyezi ezt a történetet, mindaz, amit hallunk tényleg a baráti, meg a szövetséges országokról, a Fehérház részéről. Na de ami igazán fontos, és akkor térjünk rá az illegális bevándorlás okozta problémára, és a déli határon feltorlódó migránsokra, akik lehet, hogy nem is lesznek már feltorlódva egy idő után, december 21-e után minden esetre egy utolsó bástya omlik le a határvédelem tekintetében, idézek most az ön által készített elemzésből. Lehet-e azt tudni, hogy eddig hányan érkeztek a déli határra a Joe Biden adminisztráció hivatalba lépése óta? 2 milliót valószínűleg túllépték ezek a számok, ennyit tudtam olvasni az ezt érintő híradásokból, de vannak-e hivatalos statisztikák, aminek mondjuk önök vannak a birtokában? Ó, ez jóval több, mint 2 millió. Pusztán 2021. október és 2022. szeptemberre között ez 2,4 millió. Előtte körülbelül további 800-900 ezer, tehát gyors fejszámolással ez inkább 3 millió, 3,2 millió mióta Joe Biden beiktatták a Fehérházba. Ezeknek az embereknek körülbelül a beiktatása után még inkább a 60-70%-át, utána 2022-ben már inkább csak 40, majd 37-38%-át tudták azonnal visszafordítani a déli határon ennek a járványügyi szabálynak köszönhetően, amit most december 21-én kötelező jelleggel ki kell vezetniük. Akik bebocsájtást nyernek, azokat már a letelepedési engedély is érintheti? Tehát ennek az esélyén, a letelepedési engedély megszerzésének az esélyével kecsegtet az, ha valaki bejut az Egyesült Államokba? Azokat, akiket beengednek, elviekben csak a kísérő nélküli gyerekeket kéne, hogy beengedjék a hivatalos közlemények szerint. Azonban, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a családokat is beengedik, tehát a Közép-Amerikából származó családokat,
míg mondjuk például egészen október közepéig a venezuelai állampolgárok 99%-át is beengedték. Akit beengednek a határon, gyakorlatilag adnak nekik egy papírt, hogy 6 hónapon vagy 1 éven belül jelentkezzenek egy ilyen-olyan szövetségi ügynökségnél, és ott adjanak be menedékkérelmet. Egy ilyen menedékkérelemnek az elbírálása évekbe telik. Jelenleg például, ha az ember guatemalai állampolgár, akkor több mint 1000 napot kell várni az első bírósági tárgyalásig. Tehát, hogyha 1 évet várunk addig, hogy beadjuk a menedékkérelmet, utána 1000 napot várunk az első tárgyalásig, majd további 3-4 év, amíg megszületik az ítélet, gyakorlatilag az alatt az idő alatt egy új életet el lehet kezdeni az Egyesült Államokban. És hogyha el is utasítják a menedékkérelmüket ezeknek a menedékkérőknek, azután se tudják őket jellemzően kitoloncolni, méghozzá azért, mert egyrésztről az első pillanattól kezdve, onnantól kezdve, hogy átlépték a határt, szabadon mozoghatnak az Egyesült Államokba, és nagyon könnyedén el tudnak tűnni a szövetségi hatóságok elől, ugyanis a Biden kormányzat által kiadott belső utasítások szerint a belső bevándorlási végrehajtó ügynökség csak és azokat az illegális bevándorlókat tekintheti célpontnak, akik súlyos bűncselekményt követnek el, például gyilkosság, gyilkossági kísérlet, nemi erőszak. Akkor a fontos részre, a legfontosabb részre kanyarodtunk rá, tehát ugye ez a 2 milliós szám valószínűleg arra vonatkozik, akik már beérkeztek az Egyesült Államokba. Ha jól értem, akkor az ő tekintetükben az, hogy hányan érhetőek el, hányan és főleg hol vannak, az teljes homályba vész. Nagyon homályos, méghozzá azért, mert a belső bevándorlási erőszakszervezet adatközlései teljesen megváltoztak a Biden adminisztráció óta. Egészen eddig úgy volt, hogy minden évben kiadtak egy éves jelentést, statisztikákkal, számok szerint lebontva, hogy hány embert fogtak el, hány embert tartóztattak le, hány embert vontak eljárás alá, és hány embert toloncoltak ki, hány embert tartanak fogva. Viszont ehelyett a 2022. szeptemberében véget érő pénzügyi évről csak valami gyors jelentést adtak ki, amiből a statisztikák nagy része hiányzik. A legnagyobb probléma az, hogy ahelyett, hogy a családokat és a kísérő nélküli gyermekeket az Egyesült Államok jogszabályai szerint nem lehet tartósan fogva tartani, rendben, viszont az egyedülálló férfiakat sem tartják fogva egészen addig, amíg a menedékkérelmüket elbírálják, hanem úgynevezett fogvatartás alternatívái programokba rakják őket. Ez azt jelenti, hogy például adnak nekik egy telefont, amire ráraknak egy alkalmazást, és akkor mondjuk hetente egyszer be kell jelentkezniük az alkalmazáson a szerveknek, hogy igen, még mindig itt vagyok. Nagyon távol áll attól a nemzeti érdektől, amit az ön esetében ugye ki kellett, hogy pipáljanak a papíron. Igen. Minden esetre a progresszív jogvédő szervek ezt a telefonra kerülő applikációt úgy hívják, hogy virtuális börtön. Tehát szerintük még ez is embertelen. Mi várható december 21-e után? 18 ezer bevándorlóval számolnak, a korábbi számok többszörösével, ugye napi szinten, akik majd a déli határa érkezhetnek, vagy akár be is léphetnek az Egyesült Államokba. Lehet, hogy ez a két szám már teljesen fedi majd egymást? Ez körülbelül majdnem a háromszorosa annak a már most történelmi migrációs nyomásnak, amit az Egyesült Államok déli határán tapasztalunk. Pont egy friss hír 2 nappal ezelőtt, hogy végül mégiscsak fellebbeztek a szövetségi bírói döntés ellen, ami kötelezi a kormányzatot ennek a szabálynak a megszüntetésére. Úgyhogy itt az utolsó pillanatban fog kiderülni az, hogy tényleg ezt a szabályt fel kell függeszteni december 21-től. Ugyanakkor a Fehérházból belső források szerint gondolkoznak a döntéshozók abban, hogy visszahozzanak olyan szigorú, drákói határvédelmi intézkedéseket, amelyek a Trump kormányzatra voltak jellemzőek. Például az, hogy csak olyan adhat be menedékkérelmet, akinek a menedékkérelmét már Mexikóban elutasították. Hogyha
egyik se válik be, tehát nem fognak szigorítani, ugyanakkor ezt a járványügyi szabályt fel kell számolni a határon, akkor a páratlan katasztrófát fogunk látni. Gyakorlatilag a határőrségnek akár a 90%-át át kell majd irányítani a migránsoknak a regisztrációjára és adatfelvételére, és akkor gyakorlatilag senki nem fog a határon járőrözni. És akkor indulnak megint a buszosztatások a déli államokból északra, feltételezem. Hát a buszosztatások azok most is mennek. Kétféle buszosztatás van. Az egyik a szövetségi kormányzatnak a titkos buszosztatása, ami azt jelenti, hogy teljesen egyszerűen a határon, gyűjtőpontokban buszokra és repülőkre rakják a menedékkérőket, és elrettetik őket Isten tudja hova. Az biztos, hogy az állami tisztségviselőknek, tehát a kormányzóknak, vagy a állami szintű törvényhozásnak nem igazán szólnak, hogy ilyen-olyan repülőkön vagy buszon érkeznek a migránsok. És mellette van a texasi kormányzónak a buszosztatása, aki azért, hogy felhívja a liberális nagyvárosok elitjeinek a figyelmet arra, hogy mekkora probléma ez a migrációs válság, teljesen egyszerűen texasi pénzen elkezdte New Yorkba buszoztatni a migránsokat. Ami az ironikus az egészben, hogy ez ugye New Yorkba azt hiszem 7 vagy 8 millió ember lakik, és összesen 2 vagy 3 ezer migránst buszoztattak oda Texasból, és New Yorknak a polgármestere azonnal vészhelyzetet akart hirdetni, és hivatni akarta a Nemzeti Gárdát, és szövetségi segítséget kért. Míg mondjuk a texasi El Paso városában mondjuk érkezik havonta 50-60 ezer ember, és ott nem 7 vagy 8 millióan laknak. És valahogy érdekes módon a liberális demokraták szerint az nem probléma, hogyha odaérkeznek 10 000-essével, viszont hogyha New Yorkba érkezik 2000 migráns, az már probléma. Ugyanakkor a szavazatok tekintetében majd vélhetően ez az álláspont is fog változni, hiszen a rossz nyelvek szerint a Joe Biden által vezetett adminisztráció is arra hajaz, hogy a most beengedett migránsokból majd hűséges demokrata szavazók válnak. Van erre esély, vagy egyáltalán téma ez az ottani közbeszédben? Lehet erről van, amit tudni? 2 percünk van. Hát alapvetően akik tehát a migránsok, akik érkeznek a déli határa, azoknak a nagy része latin-amerikai, vagy rövidebben latinó. Ugye mire belőlük állampolgár lesz, az 10 év, 15 év. Tehát a gyermekek, lehet, akik mondjuk a választó polgárság előtti 1-2 évben állnak, azokból már akár lehet a következő választáson is? Azokból lehet, viszont hogyha a latinoknak a szavazatait nézzük, akkor az utóbbi években hogyan szavaztak. Nagyon érdekes, hogy egyrésztről nincsen összetett homogén latinó tömb. Alapvetően a latinók nagy részt inkább demokrata szavazók, de például, ha megnézzük most a félidős választásoknak az eredményeit, például Floridába, DeSantis republikánus kormányzónak 18%-os többséggel sikerült elvinni a napsütötte államot, és például Miami-t is nagy többséggel megnyerte, és Miami-nak kb. A 70%-a latinó, és ők kb. 20 éve, azt hiszem 20 vagy 24 éve soha nem szavaztak republikánusra, és most mégis republikánusra szavaztak. Szóval ez egy összetett kérdés, és sokszor évtizedekbe telik megnézni azt, hogy különböző demográfiai csoportok milyen szavazati hajlandóságok tapasztalhatók körülöttük. Viszont például a második generációs bevándorlók, tehát akiknek a szüleik jöttek Amerikába, közöttük például 2016-ban Trump nagyon sok szavazatot tudott nyerni, pontosan azért, mert az ő munkáikat veszik el az újabb és újabb illegális bevándorlók, akik sokkal kevesebb pénzért elvállalják azokat a fizikai munkákat, amiket ők végeznek. Építőipari munkák, felszolgálás például. Veres Kristóf Györgyöt, a Migrációkutató Intézet vezető kutatóját hallották. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen.